Papp István tavaly előtt november óta látja a jegyzői feladatokat Nagykovácsiban, ami azért érdekes, mert hogy azt szokták mondani, hogy a polgármesterek mindig hoznak egy új jegyzőt magukkal, és ugye tavaly októberben voltak a helyhatósági választások, ahol új polgármester lett a községben, illetve kicserélődött a képviselőtestület is jelentősen, és önt mégis megtartották, hogy így mondjam. Ez jelezheti azt is, hogy elégedettek a munkájával. Remélem, hogy ez így van, de hát azért ennek több rétegét vizsgálhatjuk. 2013. január 1-től a polgármester választhatja meg a jegyző kollégáját. Korábban ugye a testület hatáskörébe tartozott a jegyző kiválasztása, illetve felmentése. Az új polgármester azt úgy gondolta, hogy dolgozzunk együtt, és én ennek örömmel tettem eleget. Úgy tűnik az elmúlt egy év bizonyította, hogy tudunk és jól tudunk együtt dolgozni. Számomra ez megtiszteltetés, de hát minden bizalom addig tart, amíg az meg nem rendül, tehát remélem ez soká lesz. A jegyzői feladatkör, a jegyzői státusz az egy teljesen szakmai munka, független lehet mondani talán a politikától. Az ön esetében felteszem, hogy fokozottabban, hiszen a polgármester asszony elődje, az független képviselő volt, és hát ön se pártvonalról került be. Igen, hangsúlyoztam is mindig, hogy hivatali teendőként tekintem, vagy hivatali teendőként akarom ellátni ezt a munkakört, de természetesen az ember nem tudja kihúzni magát a helyi politikai történések alól. A hivatali munka mellett számomra elfogadható az, hogyha van véleményem dolgokról, ami előre vihet történeteket, akkor azt elmondom, természetesen nem pártpolitikai megfontolásokból, hanem a település javára. 24 éven keresztül az országgyűlés hivatalában különböző beosztásokban dolgozott. Ez alatt az időszak alatt számos kormány jött, ment, kicserélődtek a pártok, megszűntek pártok, ön meg tudta őrizni a pártatlanságát és a szakmai függetlenségét ez alatt a hosszú idő alatt? Kezdetektől fogva az országgyűlés hivatala úgy épült föl, hogy őrizze az identitását, és ez védte meg a mindenkori kormányváltásoktól, a pártok mozgásától, vagy épp az aktuális politikai helyzet alakulásától. Ha úgy tetszik, akkor egy órán belül tudtam adni tanácsot ellenzéki és kormánypárti oldalnak is. Meg tudtam mondani, hogy lehet gyorsítani, vagy éppen fékezni valamit. Természetesen az akkori házszabály ott a kereteken belül. Valóban körülbelül 2000 képviselővel találkoztam a 24 év alatt, ugye ez mutatja azt is, hogy mekkora volt a politikai mozgás, és szinte mindenkit láttam kormányon is, meg ellenzékben is, hát az új formációk kivételével. Ennek miért nincs gyakorlata Magyarországon? Tehát a pártpolitika az olyan szintre ment el nálunk legalábbis, hogy alig állnak szóba egymással a különböző politikai oldal képviselői, hiteltelenítani próbálják a másikat, holott tudomásom szerint legalábbis Nyugat-Európában, régebbi demokráciákban még egy választási fölkészítő csapat is elképzelhető, hogy egyik választáson a baloldal szekerét próbálja tolni, és egy következő, tehát a ciklus végén, 4 év múlva pedig a konzervatívokét. Nálunk erre nincs nagyon példa. Még mindig azt tartja a politikai irodalom, hogy a 25 év kevés volt ahhoz, hogy beágyazódjanak folyamatok, meg olyan politikai kultúra alakuljon ki, amelynek például az elmondottak is részei, tehát a zsákmány kellően magas szinten húzódik meg, hogy az alatta levők stabilitását ne veszélyeztesse. Hát nálunk valahogyan másként alakult. Nem ugyanez van egyébként a Szlovákiában vagy a Csehországban. El kell mondjam, hogy van ennek valamiféle történeti sodra is, mert az első évtizedben még az volt a jellemző, hogyha mikrofont látott egy politikus, akkor zokszó nélkül mondott negatív véleményt dolgokról, vagy ha úgy tetszik, szapulta a másikat, viszont megittak egy pohár bort utána a büfében, meg a folyosón beszélgettek, és időnként területi vagy ágazati lobby keresztül húzta a kormánypárti ellenzéki elképzeléseket, tehát
volt némiféle mozgás. Valahogy az utolsó 10 évben ez megváltozott, és egy kicsit ugye, ne politizáljunk, de mégis egy kicsit az árok két oldala élesen szépen áll. De amit mondasz, teljesen igaz. Én nekem a kedvenc például Ausztria, ahol 50 éve működik az, hogy van átjárás a korporatív szervezetek, tehát a szakszervezeteknek, a különböző kamarák, a kormányhivatalok, a parlamenti hivatal, az oktatás között. Tehát de csak egy nagy koalíció volt. Igen, egyetemi tanárból lehet főhivatalnok, akiből később esetleg egy szakszervezeti tanácsadó. Tehát ez egy normális mozgásnak tűnik, hát talán egyszer majd hozzánk is elérez. Azért, hogy helyi kapcsolódást is mondjak, nekem nagyon rokon szembes az, hogy bármilyen nagyobb beruházásról sajtótájékoztatót tartanak, akkor a jelenlegi polgármesterasszony mindig megköszöni az elődjének és elődejének a tevékenységét. Ez azért országos viszonylatban nem jellemző, vagy nagyon ritka. Igen, szerintem is ez egy tisztességes eljárás, hiszen elvitathatatlan, hogy ciklusokon átnyúló beruházások, történések, kezdeményezések voltak ebben a községben is, aminek részese sok mindenki, a volt képviselők, a volt polgármesternek természetesen jellegiek, vagy ha úgy tetszik, a volt kollégáim, akik 10 évvel ezelőtt itt dolgoztak, sok mindent tettek azért, hogy fejlődjön a fa. Jegyző úr, engem már akkor meglepett, amikor csak megbeszéltük ezt az interjút, mert kérdezte, hogy miről fogunk beszélgetni, és mondtam, hogy hát a jogi egyetemi kalandozásokról, diákcsínyekről, stb. És mondta, hogy akkor most ezzel mellé lőttem, mert hogy ön bölcsész. Biztos én vagyok tudatlan, én úgy tudtam, hogy jogi végzettséghez kötik a jegyzői feladatot, de ezek szerint nem így van, hiszen ön igazgatás szervező és szociológus végzettséggel látja nagyon régóta ezt a feladatot. Jegyzői tisztséget vagy államigazgatási végzettséggel, tehát az említett igazgatás szervezőivel, vagy valóban jogi diplomával látható valaki, a kettő ezen a szinten paralel, tehát bármelyikkel betölthető. Nekem a szívem csücske volt a szociológia a 80-as években, amikor az még nem volt akkora, annyira természetes. Hankis Elemér neve ugrik. Hankis Elemér is, meg sok mindenki más. Áldott emlékű Pap Zsolt, még az öregeknek mondva, amit sajnos már nincs közöttünk, Kolosi Tamás, aki viszont ismert név, hát ő tanította a társadalmi ismereteket. Azt hiszem, hogy egyfajta rálátást, egyfajta szemléletet adott ez. Egy szervezetet vezetni egy idő után már nem biztos, hogy az a fajta szakmai kihívás, vagy az a fajta szakmai kompetencia, amit egy akár jogi, akár igazgatási diploma ad vagy feltételez. Mennyire volt reális ez a rálátás a társadalom működésére, hiszen azért ne felejtjük el, hogy a 1990 előtt még bármilyen puha, de akkor is diktatúrában éltünk, ami nem feltétlenül az őszinteségéről, vagy a társadalmi folyamatok, vagy a hátrányos helyzet bemutatásáról szól. Hát tevékenyen benne voltam ebben a puha diktatúrában, hiszen 81-től 89-ig különböző szintű tanácsoknál, tehát szintén helyi igazgatásban dolgoztam. De hát azért a 80-as évek közepétől már a diktatúra felpuhulása erősen érezhető volt. Hát hogyha visszatérhetek egy fél mondattal a parlamentre, ugye a demokrácia csomag Király Zoltán nevével már 85-ben megjelent, és onnan már különböző műhelyek, ha úgy tetszik, párton belül is reformkörök és egyebek, már a hogyan továbbat, vagy a diktatúra utáni állapotot tükrözték, hát azt meg, hogy megjelentek az alternatív, akkor alternatívnak később pártoknak nevezett szervezetek, az egyértelműen már az átmenet ilyenre volt. 80-es évek közepétől kezdett el nyitni Gorbacsov, ugye? Igen, Perestroika, mert az azt, igen. Ez érezhető volt. Én akkor voltam 25 éves. Tehát számunkra ez akkor egy érdekes újdonság volt, és figyeltük az öregeket, mennyire meglep, idézőjelben öregeket, tehát a nálunk idősebbeket, hogy mennyire meg tudtak lepődni dolgokon, ugye számukra nem az volt a természetes.
De hát nagyon örülök neki, hogy tűz közelben lehettem a rendszerváltáskor. Hát 89-ben kerültem a parlamentbe, mentek a kerekasztal tárgyalások. Ugye erre már mindenki másként emlékszik. Mai napig nincs egy teljes feldolgozása azoknak az anyagoknak. Egyesek szerint, amíg lesz élő résztvevője, nem is lesz. De hát azért mégiscsak ott dőlt el kis hazánk jövőbeni sorsa, vagy egyfajta lehetséges sorsa. Tehát még az 50-es éveknek a feldolgozása is várat magára, nem hogy 20 évvel hát ezelőtti időkről beszéljünk. Lehet, hogy buta kérdés, de nem tudom jobban megfogalmazni. Megpróbálom körülírni. Sokan az akkori résztvevők közül, vagy azon értelmiségiek közül, akik 80-as évek közepén, 90-es években töltötték egyetemi ifjúságukat, és nagyon lelkesen magukkal ragadták az események, azok most csalódásuknak adnak hangot. Még egyébként olyanok is igyekeznek legalábbis verbálisan megtagadni, hogy nem is volt rendszerváltás, akik egyébként tevékenyen benne voltak. Öntől is csak ezt tudom kérdezni, hogy csalódott az akkori felfokozott várakozáshoz képest, vagy egyszerűen tudomásul kell venni, hogy most ide jutott Magyarország, majd lesz egy másik irány is. Szintén ambivalens vagyok inkább, mint csalódott. Tehát lehetett volna jobb is, kétség kívül. Az, hogy most hogyan, milyen terminust alkalmazok, vagy hogyan definiálok valamit, az ízlés kérdése, vagy ki véleménye alapján történhet. Mi akkor úgy éreztük meg, szerintem azok is, akik most tagadják, hogy rendszerváltás volt. Egy óriási esély, ami különböző okok miatt, ciklusokon keresztül kicsit félrecsúszott, kicsit erősen félrecsúszott, más reményeket, illúziókat tápláltunk a 90-es évek elején. Emlékezzünk csak arra, hogy az uniós csatlakozás első mondata az volt, hogy elérni az unió átlagának 70%-át bérben. Hol vagyunk attól? Már a felét elértük. A szociológusi végzettséggel meg említette, hogy mennyire lelkesen vetette bele magát a szociológiai tanulmányokba. Mi volt ön számára, mi vonzó ön számára a jegyzői munkában? Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy valamennyi nézőnk pontosan tudja, hogy a jegyzőnek mi a feladata egy olyan településen, mint mondjuk itt Nagykovácsi, 8000-es település. A létszámtól függetlenül, tehát a kisközségtől a nagyvárosig vagy kerületig a jegyzőnek az alapfeladata, alapfunkciója hasonlít. Az a dolga, hogy a helyi közigazgatás apparátusát, nevezetesen a községházán dolgozó, mint egy 30 kollégát vezesse, a hivatal munkáját irányítsa, szervezze, tegyen meg mindent azért, hogy a helyi igazgatás kellően szakszerű, polgárbarát, hatékony legyen, ugyanakkor tegyen meg azokat éljen azokkal az eszközökkel, ha kell szankciókkal, amik a helyi renitenseket visszatartja. Hadd mondjak erre egy konkrét múlt heti példát. Hosszas vajudás után kiszabtam az első bírságot a gondozatlan kert miatt. Nem vagyok benne biztos, hogy osztottan sikert aratok vele, de talán lesz valami visszatartó vagy preventív hatása. Évek óta gondozatlan kert gazdája kapott 80.000 forint bírságot. Meglátjuk, hogy milyen következményei lesznek. Gondolom, ez nem a leghálásabb, ez egy szükséges nem, rossz. De ugyanúgy hozzá tartozik a tisztességes együttérés szabályainak. De amit most felsorolt, azt kell, hogy mondjam, hogy akkor gyakorlatilag a jegyző vezeti a települést, nem is a polgármester. Nem. Ez egy nagyon-nagyon hívás és fals megfogalmazás. Természetesen a település első embere minden szempontból a polgármester. Tehát nem csak mint reprezentatív képviseleti funkciót nézünk, az önkormányzat képviselőtestületének teljes felhatalmazásával döntéseket hoz, szerződéseket köt, felhatalmazással 10 és 100 milliók fölött diszponál, vagy a csatornánál milliárd forintos szerződést ír alá,
azt hiszem, hogy ennél többet nem kell a bizonyítékként mondani, hogy itt a... De azt, hogy az a szerződés rendben van-e, az végülis a jegyző? Hogy az a szerződés rendben van-e, egy egész csapat háttérmunkáját jelenti. A tartalmi, a műszaki, a jogi oldala természetesen a hivatal, illetve a hivatallal kapcsolatban álló szakértők feladata. Visszatérve a nyitó kérdésre, élvezi a munkáját? Tehát jelent annyi kihívást, van-e annyira változatos, mint amennyire tulajdonképpen minden fiatal értelmiségi készül, hogy ne egy asztal mellett üljön, és akkor GPS-en írogasson alá? Nagykovácsi mindenféle szempontból egy nagyon érdekes település, mondhatnám izgalmas, sok tekintetben speciális. Nem tudom, tudja-e valaki, hogy az iparűzési adó erő tekintetében halmozottan hátrányos helyzetűek vagyunk, ugye elképzelhetetlen, pedig igaz, hiszen nincs ipar. A helyi kis- és középvállalkozások jelentik az iparűzési adó bevételt, és amikor valamilyen támogatást ítél meg kormány, minisztérium, valamilyen támogató szervezet, akkor jellemzően vizsgálja azt, hogy nem tudja saját erőből finanszírozni a település. És ebben az esetben Nagykovácsi belekerül mindig a 95%-ban finanszírozható körbe. Holott pontosan tudja mindenki, hogy egy középosztály lakja jellemzően ezt a települést, jelentős mértékben képes az életszükségletek, a kibővített életszükségletek finanszírozására. Hát ez egy ilyen speciális dolog. Ugyanakkor ugye jellemzi a zsákfalú jelleg párosítva egy bejáró alvó település szindrómával, tehát naponta 1000 autó kibe közlekedik. Nem csak az iskolabővítés jellemezte az elmúlt éveket, hanem óvoda, nagyon komoly óvodabővítés, és ami azért nem jellemző Magyarországra, hogy bölcsöde, új bölcsöde épült, ráadásul azzal a lehetőséggel, hogy akár meg is duplázódhat a férőhely, tehát úgy alakították annak idején a terveket, hogy 2-ről 4 csoportra lehessen bővíteni. Nagykovácsi egy fiataladó település, tehát az országos átlaghoz képest nem elöregedés, hanem elfiatalodás, elnézést a nem teljesen magyar nyelven hangzott szóért. Tavaly 110 gyerek született Nagykovácsiban, egy nem egész 8000-es populáció, nagyon-nagyon magas. Ha belegondolunk, a 110 gyerek mindegyike itt fog óvodába járni, az 4 óvodai csoportot jelent. Tehát egy évfolyamban 4 óvodai csoportot önmagában ezt ki fog adni, aztán később 4 osztályt. És a kimenő osztályaink jellemzően 2 AB osztályok, tehát 50 helyett 100 jön. Tehát előre vetíti, hogy rövid időn belül növelni kell a gyermekintézmények férőhelyét. Ez mind szép, de ezeket a gyerekeket majd itt is kell tartani. Hát és ha nincs ipar, akkor mivel tudják olyan helyzetbe hozni őket majd? Tanulhassanak, jövedelemszerző állásuk legyen, mert az lenne a cél, hogy ne vándoroljanak el. A tavaly megalkult képviselőtestület gazdasági programjában kimondott iparfejlesztés nem szerepel. Tehát nem kíván ipari negyedet, vagy jellemzően ipari területet kijelölni, de számol azzal, hogy középtávon akár 10000-esre duzzadhat a létszáma a településnek, a lélekszáma, hiszen nagyon sok üres telek van, beépíthető telek, már a meglevő is, illetve hát most Kecskehát belterület bevonásával újabb 150 beépíthető telek alakul. Tehát reális az, hogy az évtized végére akár megközelíti a 10000-et, és már most is nincsenek adataink, hiszen a jellegéből következően nem nyilvános, de számosan laknak itt, úgyhogy nincsenek bejelentve. Tehát budapesti állandó lakos, de itt lakik effektíve, itt él. Ez akár a
500 ezer főt is megközelíteti, de pont mondom, a jellegiből tekintve nem tudom megmondani, hogy a Kovács családban most hárman be vannak jelentve, ketten nincsenek. Ha a ipari zóna kialakítása nem is szerepel a tervek között, az ember azt gondolná, hogy a szolgáltatásokat lehetne fejleszteni, de úgy tudom, hogy a lakosság nem maradéktalanul elégedett, vagy elfogadó azzal a tervvel, hogy itt bevásárló központ, vagy pláza, vagy hasonló létesüljön, holott az azért munkahelyeket is jelenthetne a helyieknek. Van természetesen véleményem, mint sok mindenről. Nem feltétlenül a jegyzőnek a dolga ebben most nyilatkozni, hogy állást foglalni. Tény kérdés, hogy van egy magántulajdonban levő terület, ahova a mostani szabályok szerint kereskedelmi létesítmény építhető, hogy mekkora, az majd a pláza rendelettel összefüggésben eldöntik, de tudjuk, hát nyilvános, hogy vannak rá tervek, hogy oda egy több célú részben kereskedelmi létesítmény épüljön, ami megosztja a település lakosságát. De azt senki nem vitatja, hogy a kereskedelmi, méghozzá az élelmiszerkereskedelmi szolgáltatást bővíteni, növelni kell. A meglevő nem látja el azt a funkcióját, ami a helyi bevásárlást, a helyi beszerzést lehetővé tenni. Tehát valami legyen, de ez a klasszikus, legyen buszmegálló a közelemben, nehogy előtte álljon meg. Persze, ez világos. Egyébként olyannyira megosztja a helyi közvéleményt, hogy népszavazás is várható. Vezényelt már a népszavazást jegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó emberként? Most, hogy kérdezi, volt részem, de még a 80-as években a Csepeli tanácsnál dolgoztam, és az idősebbek még emlékeznek a tehó szóra, ez a településfejlesztési hozzájárulás, amit akkor vethetett ki a település, hogyha azt megszavazták, de konkrét céllal kellett. Például a Csepeli piac épült ebből a tehóból annak idején a 80-as évek közepén. De konkrét kérdésére konkrét válasz, hogy nem vezényeltem le. Én a választásokkal összefüggésben 25 éven keresztül csak az eredményt kaptam. Tehát nem volt részem benne. Sőt, a parlament hivatalában az mindig 2-3 hónap szünetet jelentett, mert akkor nem volt konkrét feladat. De a tavalyi 3 választás, hát úgy érzem, hogy hivatali szinten, tehát a helyi választási iroda szintjén jól sikerült, és hát megkockáztatom, hogy hibátlanul is közmegelégedés történt. Nem volt kibri esemény? Nem volt semmi, teljesen normálisan. 15 kollégám vett részt benne, tehát és ők jellemzően itt is vannak, tehát egy bejáratott csapatunk van. A helyi népszavazás nagyon nem különbözik egy választástól. Ugyanúgy névjegyzéket kell készíteni, kiértesítéseket, illetve a választás napján, a szavazás napján mint egy választási forduló lenne. Az ember azt gondolná, hogy mint a helyi ügyről van szó, jobban érinti a helyeket, nagyobbak az indulatok. Az lehet, persze. Legalább. A kampány az kampány. 50-70 nap között állapítja meg a törvény a kampány időszakot. Tehát lehet ellene vagy mellette rendesen érvelni. De a helyi választás kitűzése az a helyi választási bizottság feladata. Megvannak a szigorú törvényi feltételei, milyen feltételeknek kell eleget tenni a kezdeményezőnek, illetve miről nem szólhat, mi a tiltott tárgy, úgymond. Hogyha azon belül van, akkor a bizottság kitűzi. Jegyzem meg, hogy minden döntés ellen jogorvoslatnak van helye, és itt azért vannak ellenérdekeltek. Tehát akármilyen döntés születik, elképzelhető, hogy azt jogorvoslattal bombázzák, hátráltatják, próbálják megváltoztatni. De hát ez, ha figyelik a népszavazási kísérleteket, ez nem csak a helyi, hanem országos népszavazás kezdeményezésekre. Hát nagyon kevés, nagyon kevés. Igen, képest, amennyit igen. Beadnak. Nem könnyű egy helyi népszavazási kérdéssel föltenni. Ugye megérkezett 2 hete, vagy 10 napja pontosabban, ízlelgetjük, vizsgáljuk, 30 napja van a helyi választási bizottságnak, hogy át vagy bét mondjon,
és hogyha zöld utat enged, akkor 30 nap alatt kell a mintegy 1450 aláírást begyűjteni. Akkor jöhet szóba egyáltalán. Szóval. A tévénk biztosan be fog számolni. Ó, ez még téma lesz. Jó, téma lesz. Szeretném, hogy a beszélgetés vége felé egy picit, anélkül, hogy bulvárosodnánk, egy picit azért a magánéletről is beszéljünk. Említette, tehát egyrészt akkor mindjárt az elején, ha említsem meg az önéletrajzából, hogy kedves felesége a jegyző Budafokon még mindig. A Budafoki önkormányzatnál a jegyző. Akkor ez egy ilyen munkahelyi szerelemből alakult ki. Olyannyira, hogy közös munkájunk volt, megint csak a 80-as évekre nyúlik vissza, a 80-as években az Angyalföldi Tanácsnál ott ismerkedtünk meg. Szakmáznak otthon néha? Hogyne, persze. Nem konkrét ügyekben, nem élesben, de azért ilyen közigazgatásra átítatott családban erről jön. A gyerekek, a három gyermek mennyire esett messze a szülők fájától? Ugye én is ilyen kacifántosan fogalmazom. Hát a szülők fája az úgy néz ki, hogy a két nagyobb gyermekem az első házasságomból származik. Ők 29 és 27 évesek, a nagylányom jogász, és a negyedik év végét tölti az állami számvevőszéknél. A fiam még előtte van a diplomaszerzésnek, bár már sok éve próbálkozik ezzel, hát későn élő típus. Ha minden igaz, majd felnőtt andragógiát, ilyen nevű oklevelet kap. Hát végül is ez igen, ez a felnőtt képzés, a felnőtt oktatás, vagy az élethosszig tartott tanulás segítő szakember. Most semmi köze annak, amit dolgozik. Raktáros. Raktáros, hivatalban, és nagyon jól érzi magát, és teljesen kerek a világ. Ami négy kerekű kurul, az az ő kedvence, autó, quad. A kicsi lányunk, a 22 éves, egy éve eltávozott Párizsba. Dolgozik, tanul? Dolgozik, és most fog majd kezdeni tanulni, ha minden igaz, tehát remélem, hogy sikerülni fog neki. Érdeklődik a kozmetikai ipar iránt. Párizsban legjobb helyen van. Igen, jó helyen van, és úgy tűnik, hogy a francia kozmetikai cégek támogatják is ezt a dolgot, tehát akár még ilyen ösztöndíjas bedolgoztató rendszer is kialakulhat. Hát, meglátjuk. Nem tudtuk itthon tartani. Ő olyan ilyen csavargó fajta. 17 évesen elment egyedül Amerikába egy hónapra nyáron. De hát cserébe meg látja a világot, meg tapasztal egy csomó dolgot, meg két nyelvet megtanult nagyon tisztességes mértékben. És hát olvasom, hogy ön általában szereti a művészeteket. A világzene az mennyire közel? Bejön egy Schnittberget, nem hagynék ki. Az összes... Ez meg egy kicsit azért inkább jazz, nem? Roma elemek. Igen, roma jazz, de van abban nagyon sok. Különösen, amit az iskolával csinál, a felsőrsi roma zenésziskolával. Minden évben van évzáró koncertjük, ide Veszprémben volt a színházban, és öröm volt hallgatni, hogy a kiskölykök a mesterrel együtt, és legkülönböző formációkban előadták magukat. Komoly zene? Komoly zene. Könnyű zenéről volt szó. Köszönöm, a könnyű komoly zenéig el tudtam jutni, de igazándiból inkább a népzene, hogyha már. Annak is az erdélyi, erdélyi része, csiki zene mindenem. Jut-e ideje olvasni? És most itt általában elsősorban szép irodalomra gondolok, mert nyilván a szakmai az, hogy toppol legyen, utána kell olvasni a különböző jogszabályi változásoknak. Nem erre gondoltam, de amikor a falu jegyzőjét olvasta. Falu jegyzőjét, meg gyerekkoromban olvastam. De ha falunál tartunk, akkor újra olvasom Sarkadit. Ugye az ingadozó középparaszt, mint Sarkadi figura. A gyávát is olvastam már többször. Hát mondjuk az inkább egzisztencialista, mint a faluról szóló, meg a viharban. Az Osztopos Simeon, tehát ez a gyáva. Filmművészet? Jár-e moziba, vagy megelégszik a DVD-vel? A gyerekeimmel mozizunk. Fiatalkoromban nagyon sokat filmklubos voltam. Bergman sorozatok, Fellini sorozatok, filmmúzeum, ugye?
ami a Belvárosi Színház helyén volt valamikor, azok megvoltak. Hát ha egyet kell mondanom, akkor Szinbád kevesebbet, mint amit szeretnék. Tehát úgy el is kényelmesedik az ember, bár a mozi élményt nem fogja soha utolérni a DVD meg a televízió. Akár mekkora képernyőt teszek a falra, az nem ugyanaz, mint a mozi. Az elején politizáltunk, és nem kívánom, hogy állást foglaljon, de többek között a színházművészet és utóbbi években, hogy úgy mondjam, megosztott lett. Van ugye az Alföldi Színház, ami liberális és szókimondó, van a Dörner féle színház, ami szélső jobb, van a Vidnyánszky féle nemzeti. Járszínházban? Igen, de darabokra. Nem irányzatokra. Kimondottan darabokra. Ahogy hallom, itt az erdélyi népzenét említette, vagy éppen a Szinbádot, ami egy régi film. Ugyanakkor azt olvasom, hogy a modern képzőművészeti irányoknak lelkes befogadója. Mondjak, modernitás az csak a képzőművészetre, ja, igaz? Nem, a modernitás a 20. században kezdődik, tehát nem a 21. század modernitását keresem, az izmusokat igazándiból. De nem mondja, hogy a Fehér alapon fehér négyzet című kép a kedvenc. Nem, de mondjuk egy Abba Novák freskó a Városmajori templom plafonján. Ezt mondjuk nem lehet hazavinni. Nem lehet, de nézni lehet. Nézni csak úgy. Lehet. Szerény kis gyűjteményünk van ebből abból otthon. Kis plastika is? Mert kis, azt írja, hogy a szép tárgyakat. Kis plastika is. Méghozzá nem is akármi. Kerényi Jenő. Art Deco táncosnő például, hogyha az... Nagyon szeretem Radnótinak az abdai szobrának a kis plasztikai változatát. Unokaöcsémnek van egy, hát most már középkomolynak tekinthető kis családi kézműves borászata, 6,5 hektáron, ahol van kis csendestársi részünk, tehát a mi családunknak is. És igen, most már elmondhatom, hogy úgy laikus szintjén értek a borokhoz, borkészítéshez, szőlőműveléshez. Az más kérdés, hogy Budapestről nem lehet szőlőt művelni a Balaton partján. Tehát ez adottság, de egy bizonyos munkafolyamatokban, így például a szünetre levonmutatom a szűkebb családot is, hogy részt kell venni benne, meg a borhoz érteni kell annyira, hogy ne kólával kérjük a vörösbort, meg ne édesbort kérjünk, mert annak megvan a helye a desszert után. Például a Prosecco-t nagyon szeretem, ami a hiedelmekkel ellentétben nem egy bor készítési mód, tehát nem a pezsgőnek a kis testvére, hanem az egy szőlőfajta is egyben. Tehát egy szőlőfajta, amiből habzóbort csinálnak. Uh-huh. Ez a Prosecco-nak a lényege.